Ez egy olyan vereség, amiből lehet építkezni. Kérdés, hogy mennyit vett ki ez a vereség, akár fizikálisan a csapatban? Hát ez lesz a nagy kérdés egyébként, én is úgy gondolom, mert ugye hasonló erejű csapattal fogunk találkozni, tehát nagyjából forgatókönyv tekintetében erre számíthatunk, amit ma is láttunk. Francia labdabirtoklás, elkezdenek minket majd darálni, őrölni, aztán ott is eljön majd a 84. perc. Igen, nagy kérdés, nem véletlenülként, hogy a játékosok nyilatkozataiban is ugye visszaköszönő gondolat volt ez, hogy most mindenek előtt kell egy jó regeneráció. Tehát nagyon fontos, hogy fizikálisan össze tudjuk kapni magunkat. De hát játszottak azért már ezek a srácok sorozatterheléseket. Igaz, hogy nem ilyen ellenfelekkel szemben. De hát ilyen csoport szerintem amióta szervezett Európa-bajnokság vagy világbajnokságban még soha nem volt. Úgyhogy ez tényleg extra. Nem kell ezzel foglalkozni. Én szerintem nagyon nagy dolog az, hogy a magyar válogatott eljutott oda, hogy azért az európai középmezőnnyel szemben már egyértelműen pariban vagyunk, bárkivel fel tudjuk venni a versenyt, a nálunk alacsonyabban rangsorolt csapatokat nyugodtan mondhatjuk, hogy magabiztosan meg tudjuk verni. Tehát az, hogy van előrelépés és van egy elmozdulása a holdpontról, az teljesen egyértelmű, van egy fejlődés. Hát ez a három ellenfél, akik a csoportunkban vannak, ezek a top futballhoz tartoznak. Tehát maradjunk a földön, örüljünk ennek a 84 percnek, emeljünk alapot a 84 perc alatt mutatott játéknak, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz a franciákkal. Van egy olyan érzés, ami Marco Rossi is hasonlókat fog mondani.